Selejtező négyesét hibátlanul nyerve jutott a női labdarúgó bajnokok ligája 32-es főtáblájára az MTK csapata, amely aztán a sorsoláson a 7. kiemelt osztrák SVU Neuengbach együttesét kapta, utánuk már a BL győztes és címvédő Wolfsburg következne. Az esélyekről beszélgetünk Nagy Lilla középpályással és Medgyes Péter edzővel, a kékfehérek győztes hazai bajnoki nyitánya után vagyunk már. Jó reggelt kívánok, sziasztok! Jó reggelt! Ugye Péter, te az MTK-s fiúknál már jócskán hozzászokhattál a sikerhez. Velük könnyebb vagy a lányokkal? Az a csapatod aztán egy pontot vesztett 2 év alatt annak idején? Igen, hát nagyon-nagyon erős csapat jött össze akkoriban, a 92-es korosztályról beszélünk. Hát majdnem, hogy hibátlanok voltak, tehát itt a környező országok bajnok csapataival szemben mindig győzedelmeskedtek, tehát egy nagyon erős korosztály volt, de ugyanúgy el lehet mondani ezt a mostani női csapatomról is, hogy egy magyar szinten nagyon-nagyon erős csapatról van szó. Na jó, csak hogy a fiútól átjövve, mondjuk ilyen liliféle rakoncátlan csajokkal találkozol, nehezebb feladat volt? Hát abban a szempontból mindenképpen, hogy kb. 3 éve dolgozom lányokkal, azelőtt ugye nem volt ilyen tapasztalatom, és hát mondhatnám azt, hogy nem egyszerű a problematika. Azért egészen más lelkületű egy női labdarúgó, mint egy fiú vagy férfi labdarúgó, de partnerek a kemény munkában, úgyhogy azt mondom, hogy pozitívan értékelem ezt az elmúlt 3 évet az életemben. Lili, ebben a BL selejtező csoportban, amikor utaztatok, akkor mennyire tekinthettétek magatokat favoritnak? A csoportunkban? Aha. Hát szerintem úton papíron mi voltunk a legerősebbek. Szerintem abszolút favoritok voltunk, mindenki tőlünk tartott. Mi is tartottunk a Pomoriétől, mert tudtuk, hogy nagyon sokat igazoltak nyáron. Tudtuk, hogy az lesz a rangadó meccs, ott fog eltelni, hogy ki fog tovább jutni a csoportból. Hát nem is volt könnyű dolgunk, kezdtünk egy öngóllal. Aztán rá, nem tudom, 10 percen belül szerintem egyenlítettünk, egy-egyel fordultunk, és a végén 11-esből szereztük meg a győzelmet. Mindent egybevéve, Péter, mennyire volt elégedett a csapattal Montenegróban? Hát mivel megnyertük a selejtezőt, természetesen nagyon, nagyon elégedett voltam, hisz ez volt a cél. Azért nem volt ez ilyen egyszerű, mint ahogy a Lili elmondta. Hát ezért kérdezem, igen. Ugye 3 különböző stílusú ellenféllel játszottunk Montenegróban, és ami az MTK-t dicséri, vagy tulajdonképpen amire nagyon büszkék lehetünk, hogy minden egyes csapat úgymond védekező szellemben állt föl velünk szembe, tehát érezték azt, hogy azért egy technikailag és taktikailag elég magas szinten lévő csapat az MTK, úgyhogy ennek ellenére, hogy ilyen védekezően álltak föl ellenünk, sikerült feltörni minden egyes csapatnak a védelmét, és ahogy mondta Lili, a döntő mérkőzésen hát egy nagyon nagy csörtében sikerült legyőzni a Pomorje csapatát. Na most a Pomorje csapatáról azért tudni kell, hogy úgy infrastruktúrában, úgy anyagi háttérrel rendelkező olyan csapat, akinek a költségvetése többszörös az MTK-nál. Tehát egy olyan stábbal jöttek ki, amit megirigyelne bármelyik férfi NB1-es labdarúgó csapat Magyarországon, és hát ezért nagyon-nagyon örülök, és nagyon büszke vagyok a lányokra azért, hogy egy ilyen csapatot sikerült legyőzni a döntőmérkőzésen. Hát ha már itt tartunk, jut eszembe, Lili, mennyi volt a prémium ezért a csoportgyőzelmért? Mert most így még nem láttam az új sportkocsidat a szerkesztőség előtt, akkor jöttél be dolgozni. Még egy picit várunk rá, majd biztos megérkezik, még nem. Aztán ugye jött a sorsolás, és nagy izgalommal vártátok. Kinek melyik ellenfél szerepelt a Neuengbach jutott végül, de igazából előtte a kívánság listája élén? Hát, hogyha a szurkolóink szemszögéből nézem, akkor szerettünk volna valami tényleg neves csapatot. Én említettem már többször a Barcelonát, tehát ez a név azért kicsalt volna nagyon sok nézőt vagy szurkolót a mérkőzésre, de természetesen tehát itt ebben az első 32-ben nagyon kemény csapatok vannak. Számunkra ez már úgymond havatortán itt lenni, illetve játszani az Európa
elit első 16 csapatával, mert ugye úgy vannak hozzásorsolva a következő 16. Ugye tavaly megkaptuk a Potsdamot, ami azt jelentette, hogy tehát már előre tudtuk azt, hogy nem felemelt kézzel mentünk ki természetesen a pályára, de előre tudtuk azt, hogy szinte irreális a továbbjutásunk. Na most itt a Neuenlenbachkal kapcsolatosan azért azt hozzá kell tennem, hogy ugye, ahogy említetted, európai rangsorban a 7. helyen vannak, mi meg valahol a 30. környékén, tehát messze-messze előttünk járnak. Nem lesz ez olyan egyszerű, mint ahogy kommunikálva van, hogy van esély a továbbjutásra. Természetesen ez mindig megvan, de egy nemzetközileg nagyon-nagyon tapasztalt csapatról beszélünk. És ha már meg kell említenem a különbséget a magyar és az osztrák női labdarúgás között, tehát az óriási a különbség. Tehát az osztrák válogatott több góllal veri a magyar válogatottat. Remélem ezzel nem bántok meg senkit, tehát messze-messze előttünk járnak. Lilia, egyáltalán a csapatban mi volt a várakozás meg a hangulat? Igazából szerettetek volna már most egy top csapatot, amely ellen nincs esély, vagy pedig inkább azért megvan a lehetőség, most ne csináljunk úgy, mintha ti lennétek az esélyesei a párhasznak, de mégis? Nem, mi végig azt szerettük, mi mindenképpen szeretnénk menni egy kört, szóval nekünk több éve ez az álmunk, hogy mi a legjobb 16-ba kerüljünk be. Onnan már bárkit kaphatunk, ugye. Utána jön a Wolfsburgi mészárlás, igaz? De igazából jobb nem is értett volna, mert már tök mindegy, hogy ki jön, akkor legalább tényleg jön a Wolfsburg. Nekem teljesen vegyes érzelmeim vannak ezzel kapcsolatban, mert a sajtó minden úgy jelenik meg, hogy itt az MTK-nak tovább kell, hogy jutni. Nem, nekünk nem kell tovább jutni, mi tovább juthatunk. A kettő között azért elég nagy különbség van. Szóval kicsit félek attól, hogyha esetleg mi nem jutunk tovább, hogy milyen visszhangja lesznek az egésznek. Annyi viszont jó és pozitív, úgymond nekünk pozitív, hogy a Neuenlenbachnak fogalma nincs, hogy mi kik vagyunk. Olvastam egy cikket, hogy konkrétan a nevünket, a csapatunk nevét nem tudták leírni. Fogalmuk sincs, hogy hányszoros bajnokok vagyunk, hogy hányszor nyertünk majd a kupát, fogalmuk nincs róla. Szóval ez lehet talán a mi fegyverünk. Á, Isten, hát a közép-európai futballtörténetet kéne tanulmányozni a szomszédországba. Minden esetre mi kell szerinted ellenük? Nem tudom, ti mennyit tudtok róluk, mert azért ők is változnak a következő szezonra. Mit kell ahhoz játszanatok, mi az a stílus, amivel le lehet őket győzni szerinted? Szerintem a legfontosabb, hogy mi 90 percig fejbe totálisan ott legyünk. Ha mi ott leszünk fejbe, 90 percig tudunk koncentrálni, játsszuk a saját játékunkat, amit eddig, ami sikeres volt. Nem hiszem, hogy nagy probléma lesz. Én látok rá esélyt, hogy tovább jussunk. Az, hogy mi lesz a vége, szerintem igazából kikimecs lesz. Teljesen kikimecs lesz, de biztos vagyok benne, hogy nekik se lesz könnyű dolguk velünk. Péter, te hogyan adod a csapatod esélyeit, hogy kicsit hűtsük is a várakozásokat a papírforma és az erőviszonyok alapján? Tehát azt tudni kell a Neuenlenbachról, hogy a nyáron meggyengültek, viszont a napokban olvastam, hogy sikerült nekik igazolni egy amerikai válogatott kapust, illetve egy 50-szeres osztrák válogatottat, úgyhogy azért ők is nagyon készülnek erre az összecsapásra. Hát, hogy a realitás talán maradjunk, tehát egyet mindenképpen el kell mondanom. Ha mi nagyon jó napot fogunk ki, minden klappolni fog, és nekik meg pontosan fordítva nem fog kijönni ez az adott nap, ez az adott mérkőzés, akkor van esélyünk arra, hogy egy szűk győzelemmel, illetve pontszerzésekkel továbbjussunk. Különben hát nagyon-nagyon küzdelmes mérkőzést várok, én nagyon bízom a lányainkba. A formánk ugye a Montenegróból kiindulva és a ottani három meccset végignézve meccsről-meccsre jobb és jobb. Az utolsó bajnoki mérkőzésen az Astra ellen egy nagyon komoly, nagyon koncentrált és nagyon céltudatos teljesítményt nyújtottak. Én nagyon bízom benne, hogy ezt hozni fogják a kupa mérkőzésen a Neuenlenbach ellen, és hát nagyon bizakodó vagyok. Hát nagyon szeretnék tovább jutni. Hát jó lenne. Ja, Péter említette, megkezdődött a bajnokság és győzelemmel kezdődött. Hát a bajnokságban ott meg nagyon más helyzet, mert ott meg itthon ti amolyan Wolfsburg vagy Barcelona vagytok, és az is fogtok maradni idén? Mármint, hogy hát ilyen egyeduralkodó és abszolút mindenki által kikiáltott bajnok esélyes. Sőt, szinte kötelező, nem?
kötelező talán, de nem mondanám, hogy mi konkrétan itt Wolfsburg lennénk. Itt van 3-4 olyan csapat, aki küzd azért, hogy bajnok legyen. A többi kicsit le van szakadva tőlünk. A Fradi nagyon megerősödött a nyáron, nagyon sok játékost tudtak igazolni, nagyon jó kis csapatot hoztak össze, úgyhogy nem lesz egyszerű dolgunk hétvégén ellenünk, mert velük fogunk most játszani. Szerintem itt az Astra, Fradi, MTK így fog eldönni, ki lesz a bajnok. Én úgy érzem, hogy ez is kiki, de minden esetre megint az a cél, hogy bajnokok legyünk. Közben az a bizonyos profizmus, profi státus az mennyiben jelent már meg, amit ígértek az MTK-nál a női szakákban? Hát szerintem nem az én tisztem erről beszélni, de egyet mindenképpen meg kell említenem, hogy az első lépéseket megtette úgymond a klub, illetve a szponzor, tehát egy ösztöndíj keretében elkezdte díjazni a lányokat. Hát ez egy hosszú folyamat lesz szerintem, és nem egyszerű, mert óriási anyagiak kellenek ahhoz, hogy egy női labdarúgót profivá tegyük. Hát akkor nektek sok szerencsét, és akkor hajrá MTK az osztrákok ellen, akkor legyen meg ez az álom, és legyen meg a Wolfsburg. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Mi köszönjük.